Szervusztok! Magyar Kupa negyed döntő visszavágó után van az OSC BVSC 12 év, és ezzel eldőlt ugye az OSC jut a Magyar Kupa 4-es döntőjébe, de a vendégek mesterét kérdezném, hogy milyen reményekkel érkeztek, és hogy sikerült belátni? Köszönöm szépen. Kérdésedre először válaszolva, nyilván továbbítási reményekkel érkeztünk, mert úgy gondoltuk, hogy akár két meccsen is lehet összesítésben egy jobb eredményünk az ORC-vel szemben, mind a mellett, hogy én úgy gondolom, hogy számukra ez egy kötelező, elvárásszerű megbízatás volt, és végül teljesült is. Számukra ez egy nagyon komoly lehetőség, ami sajnos nem sikerült. Egész egyszerűen úgy érzem, hogy elfogytunk a végére, a harmadik negyed, illetve a hetedik negyed közepéig ott voltunk továbbjutási eredménnyel. Hét hetes állásnál volt hiányzónk is, én úgy gondolom, hogy nyilván az is lehet, hogy a végére számított, sőt biztos már nem tudtunk olyan frissek maradni, ugye ez úgy gondolom, hogy számított, mind a mellett, hogy aki ma játszott, bent volt a vízben, mindenki hozzátette a magáét, úgyhogy én nem tudok elégedetlen lenni így az összesítésben a csapatommal szemben. Végére elfogytunk, úgyhogy én a saját csapatomnak is szeretnék gratulálni. Lálág úgy, hogy azért úgy érkeztünk az uszodába, hogy mi voltunk. Még továbbítási pozícióba természetesen gratulálok az ORC-nek, mert mutatták, hogy miért képesek akár a végső sorozatok győzteseként említett csapatpozícióban lenni, úgyhogy további sok sikert kívánok az ORC-nek, és ennyi, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dani, te mint a továbbító együttes vezetőre, hogy álltál a mérkőzéshez? Arra is fogok válaszolni. Köszönöm a csapat nevében a gratulációt, az elismerő szavakat. A mérkőzés az úgy álltam, hogy persze, hogy szeretném tovább jutni, és egyébként teljesen egyetértek a Kristóffal abban a tekintetben, hogy nekünk ez egy elvárt továbbjutás volt, és azt is gondolom, hogy most azért 10 napon belül van egy VVSC visszavágónk. Hannoverben játszunk szombaton, Szerdán, Vasas, Szombatfradi, és folytatódik. De nem ez a lényeg, hanem hogy azt hiszem, hogy ennek a négy mesnek a legnehezebbét vívtuk le meg. Ez volt az utolsó ebből a négyből, ahol kötelező elvárt továbbjutás, győzelem, tétje, lelki nyomása állt a csapaton, vagy nyomta a csapatot. Nem vagyok hajlandó felvenni azt a újraoptimizmust, hogy elvárják tőlünk, hogy Hannoverben nyernünk, és a Vasas Fradit is csak mindbe húzzuk. Természetesen úgy megyünk majd oda, de csak egyesével majd, ha ott van, akkor megpróbáljuk megugrani. Maximális elismerés a csapatnak, mert ami a legnehezebb pszichés rész volt, azt pszichésen is. És hát láthatóan, és ezzel is egyetértek Kristóffal, fizikálisan is megugrottuk. A végére valóban volt egy ilyen felülő élmény a mi részünkről, ami dicsér a játékosoknak a mentalitását, a fizikai állapotát és a lelki működését is. Ehhez még hozzáteszem azt, hogy kiváló egyéni teljesítmények voltak, ami azért egy rangadon előjön, jön, és ez nem lesz másképp a következő idei 68 meccsen sem. Köszönjük szépen! Pippi 3-0-ra vezetett az OSC az elején, és a te biztos védéseidnek köszönhetően visszakerültetek a meccsbe, mert egy 7-7 is volt, 7-0 után nagyon jól láttatok. Hogy érezted a meccset belül? Hát először is gratulálnék én is az OSC-nek a továbbításhoz. Megmutatták, én úgy gondolom, hogy miért játszanak a BL-ben, és miért ilyen színvonalasak tudnak játszani. Igazából a meccsről annyit, hogy nagyon örültem annak, hogy egyrészt vissza tudtunk jönni 3-0-ról, ami számunkra a későbbiekben egy nagy fegyverként lehet lelkileg, illetve annak is nagyon örülök, hogy ezzel az OSC-vel igazából egy 7-4 egyelő félként tudtunk lenni velük, és egy jó meccset tudtunk játszani ma is. Igazából pont emiatt ugye az utolsó idézőben 8. negyed, ami nagyon fájó, mert ahogy a Kristóf is mondta, mi ma ide nyerni jöttünk, és csak ez lebegett a szemünk előtt. Úgyhogy emiatt gratulálnék a BVSC-nek is, mert igazából én úgy gondolom, hogy amit kihoztunk ebből a meccsből, az volt a maximum. Sajnos a végére tényleg elfáradtunk, de hát ez egy ilyen sorozat, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És Feri? Megszóltam valahogy egy kicsit, jó gólokat lőttél, szépeket is.
Milyen volt a játék? Hát fárasztó volt, ilyen köszönöm, nekem jött ki a lépés, nagyon kemény volt, és mindenki odafigyelt maximálisan. Egy nagyon jól felkészített csapattal találkoztunk, és tudtuk, hogy nekünk fognak ugrani, és mind fizikálisan, mind mentálisan nagyon kemény lesz, főleg az első egy-két negyed. És ezt sikerült magunkat ezen túltenni, vagy belepörgetni, most tudom, hogy fogalmazzak. Mi is nagyon sokat foglalkoztunk az elmúlt napokban ezzel a mérkőzéssel, és örülök, hogy így alakult ez a mérkőzés. Ma este ennek örülünk, de holnaptól már egy új fejezetet folytatunk, és pihenünk, utazunk, meccset játszunk, ezt már előttem elmondta a Dani, úgyhogy haladunk. A ritmusban akkor sok sikert, köszönöm szépen! Köszönöm szépen!